Simple present, present continuous vagy present progressive. Nevében is van egyszerű jelen, illetve folyamatos jelen. Talán a két leggyakoribb igeidő, de vajon mi is köztük a különbség? Hát nézzük. Formáját tekintve az egyszerű jelent ugye mindig az ige első alakjában használjuk, go, listen, play, have, illetve egyes szám harmadik szemében teszünk az ige végére egy söbetűt. Goes, listens, plays, has. Hogy miért van a söbetű, nem tudom. Ne lázadjunk, tanuld meg. Folyamatos jelenben ezzel szemben egy bélétigét kell használnunk, mint segédigét, az ige előtt. Ezt a létigét az alanyhoz kell igazítani, I után am, he, she, it-nél is, we, you, they-nél pedig az are, és utána jön az igének az inges alakja. Nézzük használatában mi a különbség, nem csak formailag. Egyszerű jelent használunk akkor, ha valamit általában valami rendszerszerűen szoktunk csinálni. Ezzel szemben a folyamatos jelent pedig akkor használom, ha most ebben a másodpercben csinálok valamit. Gondolj a következő példára. Ha magyarban azt mondom, hogy gitározok, akkor nem derül ki, hogy azt általában szoktam csinálni mondjuk hetente háromszor járó zeneiskolába, vagy épülök és a gitárt pengetem az ölemben. Az angolban már az igének a használatával, annak a formájával már meg tudom mondani, hogy rendszeresen szoktam gitározni, vagy most épp ebben a másodpercben gitározom. Mi az, amit még különbséget kell itt említenünk? Nem csak épp most csinálhatok valamit a folyamatos jelenben, hanem valahogy úgy mostanában, ahogy egyébként nem szoktam. Például egyszerű jelenben I always go to school by bus, mindig busszal megyek iskolába, but today I'm going there by car, de ma ugye kocsival megyek. Ez egy ilyen rendszertől eltérő, szokástól eltérő cselekvés. Ezen kívül ugye present continuous folyamatos jelent használsz pont emiatt, hogy épp most csinálunk valamit. A képleírásoknál, ha ránézek a képre, tök mindegy mikor készült, 2 éve, 3 hete, a képen a gyerek éppen dobja a kutyának a csontot. A macska éppen mászik fel a fára, stb. Stb. Illetve mind a kettő kifejezhet jövő időt is. Az egyszerű jelen a jövőből, a rendszerből adódóan fejezhet ki jövőt. 6 órakor mondhatjuk a buszpályaudvaron, hogy It's 6 o'clock, so the bus starts at 6:30. Mivel minden nap 6 órakor szokott menni a busz, ezért 6 óra 30-kor szokott menni a busz, éppen ezért tudom 6 órakor, hogy 6:30-kor is fog menni, a rendszerből kiszámítható. A folyamatos jelennel is fejezhetünk ki jövőt, ezt általában akkor tesszük, amikor valamit első körben egyszer úgy biztosan meg fogok tenni a jövőben, például we are traveling to England on the 15th of June, júni 15-én el fogunk utazni Angliába, le van foglalva a szállás, megvan a repülőjegy, már csak menni kell. De ezekről majd egy másik videóban bővebben. Nézzünk egy-két példát még rá. Az első, amit tudnunk kell, hogy ugye egyszerű jelenben az igénk egyetlen egy darab szóból áll segédige nélkül. Például, ha azt mondom, hogy we watch TV every day, minden nap nézünk tévét. Tehát, ugye az alany állítmány szórendünket nem mondhatom fel, ezt a két igeidő külön taglalásánál már megbeszéltük, hanem a do segédigét kell betennünk ide a mondat elejére ahhoz, hogy kérdő szórendet alkossunk. Tehát a we watch-sal tartjuk az alanyállítmány szórendet, a do we watch-sal, a do segédige beillesztésével, a do we megalkotja a kérdő szórendet, a we watch tartja az alanyállítmány szórendünket, így lesz a kijelentőből kérdő mondat. Do we watch TV every day? Ha pedig kérdőszót is szeretnék beletenni, hogy miért nézünk minden nap tévét, akkor why do we watch TV every day? Gyakorlatilag a kérdőszót ugyanúgy betesszük a mondat legelejére, mint a magyarban. Tagadásnál a watch nem tagadható le náttal, viszont ha betesszük a mondatba megint a do segédigét, na őt nagyon szépen le lehet do not összevonva don't formában nagyon szépen le lehet tagadni, ezért a we watch TV-ből az lesz, hogy we don't watch TV every day.
Amire figyelnünk kell egyes szám harmadik szemében, azt mondtam, hogy kell tennünk az ige végére egy s betűt. Tehát gyakorlatilag ez meg is történik. A sínél nem listen, hanem she listens to musicot használok. Látszik is a rendszer, hogy hétfőnként, tehát she listens to music on Mondays. Kérdésnél megint betettem a do-t ahhoz, hogy kérdőszórendünk legyen, de nem csak a do-t tettem be, hanem ez a do megkapta a listens-nek a s betűjét. Átpakoltam rá ezt a s betűt, ezért a does she listen to music on Mondays lesz a kérdőmondatunk. Does she-vel kérdőszórend, she és a listen-nel pedig megvan az alanyállítmány szórendünk. Ha pedig kérdőszó van, akkor azt is betesszük még a mondat leges legelejére, pont úgy, mint a magyarban. Where does she listen to music on Mondays? Tavadásnál megint csak betettük a don'tot, ami úgy, ahogy a does, a listens-nek a söbetűjét átveszi, és akkor ez a söbetű már itt szerepel innentől a mondatban, és úgy lesz, hogy she doesn't listen to music on Mondays. Ne keverd össze ez a söbetű, ez az igének a végére rakott söbetűnek semmi köze a főnév többes számához. Mind a kettő söbetű, de semmi közük egymáshoz. Ezzel szemben a folyamatos jelenben mondtam, hogy mindenképp kell egy létige formailag az igének az inges alakja előtt. Nézzük meg, hogy lesz ez a zenehallgatós példa, amikor nem rendszeresen hétfőnként hallgatja a zenét, hanem most épp zenét hallgat. She's listening to music now. Mivel az állítmányom ugye a she alany után két részből áll, egy létigéből, mint segédigéből, ami csak azért van bent, ez nem jelent semmit, hogy nem azt mondom, hogy ő van. Itt maga az igém a listen. Ez csak azért van bent, mert ő formailag, mint segédige, az inges alakkal jelzi, hogy ezt az igeidőt használom, nem pedig a másik 11-et. Tehát kijelentő mondatban she's listening to music now. És mivel két részből áll az állítmányom, az is-ből meg az inges alakból, nincs szükségem do-ra meg does-ra, amit be kell előre tennem ahhoz, hogy kérdőszórendem legyen, hanem fogom szépen az is-t, kirakom előre, és az is she listening to music now megalkotta a kérdőmondatomat. Is she kérdőszórend, she és a helyén maradt listening az alanyállítmány szórendemet tartja. Ha kérdőszó van, betesszük még legelőre, where is she listening to music now? Tagadva nem kell nekem don't doesn't, az is, az am, az are nagyon szépen letagadható. Nem azt mondom, hogy she is listening, hanem hogy she isn't listening to music now. És kész is vagyunk. Ugyanez hogy néz ki a we és a watch TV esetén, mikor nem általában, hanem épp most nézzük a tévét, akkor we are watching TV now, ugye a we után árt használunk, meg az inges alakot. Kérdésnél az ár kijön előre, are we watching TV now? Kérdőszavas kérdésnél, why are we watching TV now? Tagadásban pedig az árt szépen tagadható, we aren't watching TV now. És ami még nagyon fontos, hogy ezeknek az igeidőknek saját testre szabott kis időhatározóik vannak, amiket ha meglát, szinte mindig biztos, hogy ezt az igeidőt fogod használni, nem pedig egy másikat. Nézzük, hogy egyszerű jelenben milyen tipikus időhatározóink vannak. Tipikus az every. Minden nap, every day, every month, minden hónapban, every year, minden évben, every summer, minden nyáron. Ez ugye rendszert fejez ki. Fontos, hogy nem használhatsz mögötte söbetűt a főnév végén. Ha azt mondom, hogy on Monday, az a hétfőn, on Mondays, hétfőnként, az megint egy gyakoriságot fejez ki. At weekends, hétvégénként. De ha azt mondom, hogy once, vagy twice, vagy two times, vagy three times, vagy four times a day, egyszer egy nap, kétszer egy nap, háromszor egy nap, de lehet akár egy héten is. Three times a week, háromszor egy héten, ten times a year, tíz alkalommal egy évben, és a többi, ez mind-mind tipikusan az egyszerű jelennek az időhatározói. Ha ilyet láttok, ez az igéről fog nekünk kelleni az esetek 95%-ában. A folyamatos jelenek is vannak tipikus időhatározói,
amik segítenek megállapítani, hogy épp most csinálunk valamit, vagy úgy, ahogy egyébként nem szoktunk. Az ilyenek, hogy now, at the moment, most. De lehet az, hogy right now, straight now, at present. Ez mind ugyanaz. Ha valaki mondja neked, hogy look, nézd, listen, hallgast, hát nyilván nézd, azt mondom, hogy a gyerekek éppen mondjuk fociznak. Hát nem általában, most. Azért nézd. Hallgasd, a madarak énekelnek. Nem általában, hanem most énekelnek. Ha rád szólnak, hogy watch out, vigyázz, jön a kamion, akkor nem azt mondom, hogy általában ne lépj le a zebráról az útra, hanem most ne lépj le. Kérdés, ugye a képleírásnál mondtam, hogy in the picture, in the photo, az mindig folyamatos jelen, most épp a képen történik valami. Az, hogy today, ma, this week, this year, this summer, stb. Ezek azért vannak, mert ugye ezek azok a szokástól eltérő cselekvéseket kifejező időhatározók, amiket úgy csinálunk, hogy egyébként nem szoktunk, de ezen a héten, de ebben az évben. Például, ez az ebben az évben sem, tehát ez nem időtartamhoz kötött. Ha tegyük fel, Magyarországon élsz, de kaptál mondjuk egy ösztöndíjat egy évre Angliába, akkor mondhatjuk, hogy I live in Hungary. Ez ugye a rendszeresség, egyszerű jelenben. But this year I'm living in England. Ezzel fejezem ki, hogy most csak ideiglenesen tartózkodom Angliában, nem úgy, ahogy szoktam, hanem egy picit eltér a szokásomtól ez a mostani cselekvés.